Figyelj! Torca! Veri, csapkod, csüffög, püffög, durrog, lángol, tényleg minden van, minden van. Ez most valami, a tényleg, valamit mutattak most a forzás srácok. Jó, hát nem a legélethűbb azért az a kipufogó láng, de... Srácok, ha minden igaz, ez nagyon durva lesz, készüljetek föl! Lehetett volna kicsit durvább is. Ez eddig miért nem volt így? Miért nem volt ez eddig így? És csak Veri csattog, durrog! Sokkal jobb így a játék! Sokkal, nagyon sokat hozzátesz, úristen! Csühök, püfök, te orszarmú vadállat, te! El lehet neki most már verni, Istenem. Mennyivel jobb lett a hunikor? Mennyivel jobb lett? Mennyivel jobb lett? Ott van a két hunikornja, érted? Mennyivel jobb? Istenem, tényleg sokkal jobb, sokkal jobb. És ez, hogy minden egyes váltásnál, meg motorféknél tényleg itt van a huppogás nekem, meg a láng, meg a hang, meg a csat. Nem, ez megvan most, ez jó. Ha fölváltasz, ha leváltasz, az elcsattan, durran, lángol. Ennek a széles kipufogónak így, ez nem áll jól ez a széles tűz, mert mondom, de lehet, mondom, lehet, hogy 4K-n magasabb grafikai beállításon sokkal jobban néz ki, sőt, remélem. Hú, de gépfegyver. Az lenne jó, hogyha ezt egyébként lehetne szabályozni egy kicsit valahogy, nem? Vagy hangolni, vagy valami. Néha eltévednek a lángok is. A hangok is. Hát, hogyha már volt Audi, akkor legyen BMW is, igaz? És hát... Amúgy tök jó, hogy nem csak azon a fordulaton akad be, pattog, meg durog, csattog, ami megvan adva ezzel a easy fake-kel, úgymond, hanem tényleg itt a végén is a teljes legpörgésig. Csak igazság szerint nem változik. Ne basz! Na de ugye megvolt az Audi bömös, akkor jön a Merci. Ki ne akarna egy durogó, csattogó Mercit magának? Egy ilyen öblös... Blablabla. Amire még nagyon kíváncsi vagyok, lássátok hát a bubu. Milyen kis pisztoly? Na az csattog, srácok, mi van ezzel? Ez jó! Srácok, tudjátok, mi nem maradhat ki a buliból? Hát a rizsrakéta. Lássuk! Kicsit többre számítottam. Oké, okay, jó lesz az, jó lesz az. Tik, 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 tik! Igen, végig durogom nektek, látjátok? Hondás vagyok. De visszük az alagútba, aztán megnézzük, hogy ott hogy szól. Szerintem ott tényleg kijönnek jól a hangok. Be is zeng, minden baja van. Hondás. Ennyi. És
ez tetszik, tényleg mondom, az elváltásnál nagyon tetszik. Jó időzítésbe, minden, tök jó tényleg. Meg ez a visszadurogás, ugyebár a motorfék. Egyébként ennek valahogy így kellett volna eddig is működnie. Csak szólok. Ja, fogadjuk el ezeket a lángokat, tényleg betudom annak, hogy nem 4K-n nézem. Van egy kocsi, aminek nagyon jól el van találva a hangja. Így kapásból olyan csattant, hogy lerepültem a székről. Pont fura helyen akad meg, 3000-nél. Egyébként úgy tudom, hogy úgy számolja ki a játék, magától számolja ki automatikusan, hogy a kocsi teljesítményéhez, a kerekeidnek a méretéhez, a gumiszélességéhez, minden ilyesmihez úgy automatizálja ezt, tehát hogy hol lövi be. Nekem váltásnál az, hogy csattan egyet és lángol egyet, az minden pénzt megér. Csak egy csattanást létszik, csak egy csattanást. Ott volt, mondjuk levegőben. Hopp. Bemutatom az egyik kocsit azok közül, amelyikhez jött egy bodykit, srácok, és hát ez a Camaro. Méghozzá a ZL1-es, úgyhogy azt mondom nektek, itt van Ni, ez az alap, gyári, ami már alapból nem egy olyan hude szar, ugye? Úgyhogy tessék! Úr István, Úr István! Jó van, föltesszük? Szokásos. Épp ez a baj, hogy ebben sem mutatnak sokáig újat. Lehet, hogy én vagyok ennyire fiki, válogatós, kis, tényleg nem tudok semminek, de... azt a hátsó szárnyat nézzétek meg, jön ezzel a bodykittel. Adom, durcán néz ki, vadállat. Ez már visszadúrogás. Ez amúgy nem is olyan rossz, esküszöm. Lelőttem a lököst és most már nincs láng. Egyébként itt van, hogy hogy kell megcsinálni. Bejössz a garázsodba, haver, kérlek szépen, és csinálsz egy autót, akármit, tényleg csinálj egy autót. Ide jössz fejlesztések és tuning, ugyebár fölteszed a turbót, fölakasztod, tudjátok, tuningoltatok már. Itt a turbó beállításnál ugye eddig csak ennyi volt, 1-2, igaz? És itt van most egy harmadik, ami azt mondja, hogy versenyturbó, turbójuk csökevény, csökkentővel. Na és akkor ugye benne van a izé, a hozé, meg a ez, meg az, meg amaz, kimész. És innentől kezdve úgy huppog, ahogy szeretnéd. És akkor a szokásos launch control, tudjátok, csak most már át lett téve a kézifékre. És hogyha ezt nem szeretnéd, akkor szeretnéd, de mégse, akkor csak simán a fékkel lepadlózod. Ugyanaz, igazság szerint, csak magasabb fordulatszámon. De annyi, hogy most már sokkal jobban huppog a kocsi, hogyha ezt a turbo szettet teszed bele. Hát srácok, kösz szépen, végignéztétek a videót, és hogyha izgalmas volt, amúgy nem volt az, bocs. Írd le kommentbe, hogy szerinted melyik volt a legdurcább ezek közül. Megnézzük, meghallgatjuk. És ennyi. Na sziasztok srácok, kösz szépen.